Nos, tehát itt volnánk, sziasztok, én Bálint vagyok, ez itt a Gaming Dumping, visszatértünk a Fallout 2-be, amiben hát legutóbb Denben voltunk, és ott hagytuk abba a játékot, hogy rájöttünk, hogy Metzger, a tolhajcé, hát a Metzger tolhajcének a vezére fogta el Viket, azt a kereskedőt, aki meg tudná nekünk mondani azt, hogy merre van a menedék. A menedékben pedig ugye a geknek az élet létrehozási eszközládának a nem tudom miét, honlétét, vagy magát a ládát szeretnénk ugye megszerezni onnan, vagy a honlétét megtudni tőlük. De a lényeg az, hogy Vik az, aki a továbbításunk kulcsa lenne a játékban, és bár, hogyha valaki játszott már a játékkal, tudja, hogy ez egy open world játék, és akár ki is hagyhatnánk ezt a lépést, de nem szeretnék olyan előnyöket élvezni a játék során, amiket azért tudok, mert már egyszer végigjátszottam a játékot, úgyhogy nem megyünk Edenből, és nem kezdjük el vadul felteríteni a pályát teljesen indokolatlanul és ész nélkül, hanem megpróbáljuk a főküldetést folytatni, és Vikken keresztül megtalálni a, hát a továbbjutás kulcsát leginkább. Na, tehát a dolog lényege most az lenne, hogy Viket kiszavarítjuk, ami úgy is történhet, hogy vagy kifizetjük érte az 1000 dollárt, vagy kifizetjük érte az 500 dollárt, és ágyba bújunk Metzgerrel, vagy lemészárjuk az egész céhet, begyűjtjük az XP-t a katonáiból, és elhozzuk Viket ingyen. Ami nyilván nagyon király dolog lenne, hiszen Metzgert kinyírni nem lenne problémás dolog a város szempontjából, a szemszögéből, megtehetnénk tökre, hogy elintézzük, és nem csorbulna a hírnevünk. És igazából nem is lennénk gonoszak. Nagyon vicces egyébként, hogy az a bár, amit a múltkor meglátogattam, az most üresen áll, és csak egy nagy vértócsa jelzi annak nyomát, hogy itt kinyírtunk egy, hát egy bár tulajdonost annak idején, és most az összes terme üres, nincsenek vendégek, és ki is van, de rakva, hogy out of business. Nem tudom, hogy ezt azért rakták ki, mert tényleg kinyírtuk a tulajt, vagy lehet, hogy ez azelőtt is kim volt, csak egyszerűen kim maradt, és nem figyeltem meg. De a lényeg az, hogy vicces, hogy a játék az ilyen módon reagált arra, hogy elintéztünk egy ilyen gazdasági épületet, vagy ilyesmit. Persze ennél lehetne sokkal nagyobb mélysége is a játéknak, de nekem, engem már ez is meglepett. Na nézzük csak, itt azok a vértócsák vannak, amit ugye a templom megtámadásából az előző epizódban, hát az előző epizódban hátra maradt harcból láthattunk, vagy nem tudom, így két ember maradt itt, ezek a láláig kinyírták a templomnak a tulajdonosait, átvették a bizniszüket, és ebben segítettünk nekik. Na jó van, de akkor azt kéne kitalálni ebben az epizódban, hogy hogyan nyírjuk ki Metzgert. Vagy egyáltalán meg tudjuk ezt csinálni, szinteződnünk kell hozzá, még legalább egy szintet lehet lépnünk kéne, raknunk kéne a karakternek a, hát az egyik perkére egyébként. Vagy esetleg megtehetem azt, hogy hát igazából azok a közelharcra rakhatok ugye képzettségpontokat, hogy felmenjen 100-ig, ami már elég jó lenne és fontos is. Hát a beszédre és a lopózásra is nagyon szeretnék tenni, de hát most úgy tűnik, hogy ez nem lesz olyan elsődleges. És persze jó lenne rájönni, hogy milyen küldetések vannak még itt ebben, mert valamit biztos, hogy kihagytunk. Hoppá, de egyébként biztos, hogy itt látnék valamit. Igen, ott van egy könyv a földön. A Levendula virága. Egy romantikus novella, amelyet Dorothy Dixon írt. A borítón egy nő fekszik, sok száz virág között. Érdekes. És el tudom olvasni? Mentsük már el. Kíváncsi vagyok, hogy mit lehet tanulni egy romantikus könyvből. Lehet, hogy gondolom a beszédképességemet fejleszti talán. Igen, most, hogy elolvastad a könyvet, melegséget és bizsergést érzed, de semmi hasznosat nem tanultál meg belőle. Igen? Hát ez gyönyörű. És igen, hát ez remek. Akkor ez jó időpocsékolás volt, úgy látszik. Arra jó, hogy ilyen indokolatlanul menjen az idő, úgy látom. Menjünk vissza az előző városi részbe, és nézzük meg, hogy tudunk-e onnan dinamitot venni, vagy valamilyen robbanóanyagot, amit bele tudok csempészni majd Metzger bandatagjainak a zsebébe, és ezzel van a legjobb esélyem kinyírni őket egyébként, úgyhogy az összes kereskedővel beszélni akarok, aki adhat el nekem ilyesmit. Félek, hogy egyébként nem elég
szerte ágazó az árukészletük ezeknek a kereskedőknek. Ez a levendula virága, ez semmit nem ér ráadásul, ami nagyon szomorú. Persze rengeteg steampackkel is megoldhattam ezt a dolgot, hogyha úgy harcolok meg velük, hogy 500 steampacket, illetve 500 aranyértékben használok ezt steampacket, ami egyébként meg, hát jó, az mondjuk egy steampack, az annyira nem király. Úgyhogy igazából nem sok esélyünk lesz szerintem itt kombinálni ezzel. De az igaz, hogy egyébként a gyújtóporokat meg simán el kéne használni, mert csak foglalják a helyet, és annyira nem hatékonyak. Két steampacket viszont veszünk ettől a kereskedőtől szerintem, és adunk neki érte ezt-azt. Hát igazából jobban szeretném, hogyha ő fizetne nekem, mint hogy én neki. Úgyhogy nézzük meg, hogy igen, itt 26 a diffi. És akkor két steampacket tudok tőle venni. Bár azt is megbeszéltük egyébként a múltkor, hogy a 400 az elég drága, úgyhogy igazából ezzel a kereskedővel nem biztos, hogy szóba kéne állnom. Kereskedni akarok, de igazából nem. Egyelőre megteszi, majd találkozunk. Nézzünk meg más árusokat egyébként. Vannak még itt olyan emberek, akikkel tudunk kereskedni, és talán jobb árat is adnak nekünk. Ugye Denben most a reputációnk nem olyan magas. Annyira örülök, hogy újra látom, miben segíthetek, kereskedjünk. Mondjuk az, hogy van pszichó, meg ilyen trók, azok biztos, hogy nagyon sokat segítenének a banda legyőzésében. Úgyhogy igazából ezeket a drogokat nekem be kéne vennem. Ugye, bár az is, az sem mindegy, hogy mennyibe kerül egy ilyen drog. 910-et ér, meg 451-et, szóval... Ilyen durva drogokat beszedni erre az akcióra nem biztos, hogy olyan király ötlet. Valószínűleg katonai eredetű ismeretlen vegyületeket tartalmazó szer a katonák harci potenciáját hivatott növelni. Fejlett szteroid készítmény, amikor hat, megnöveli az erőt és gyorsítja a reflexeket, könnyen függőséget okoz. A függőség az nem gond, abban majd kigyógyulunk, de az a baj, hogy nincsen bomba a zseb. Nincsen bomba itt, meg semmi gránát, meg semmi ilyesmi, amit tudnék használni sajnos. Úgyhogy egy dinamit sincs nála, úgyhogy ez egy probléma. Esetleg, hogyha Klamátba elmennék, akkor talán. Több árus nincsen, azt hiszem, Denben. Talán még üzleteltek a... Hú, van üzemanyag cellája, az nem rossz. Hú, és egy ilyen menő kis nagyszerű szerszámos készlet a Snap of Take-től. Ez jó ez a cucc egyébként, szerintem ezzel tök jókat lehet javítani. Meg kéne venni tőle. Na jó van, akkor nézzünk le Klamátba, más ötletem nincsen, ahonnan dinamitot tudnánk venni. Hát esetleg, hogyha beszélnék egy-két emberrel, akkor megtudhatnám, hogy egyes városok merre vannak a térképen, és akkor ugye az adna nekem egy kis kereskedési lehetőséget. Ugye... Majd ezen a csávon később gyakorlunk, hogyha lehet. Lehet, hogy meg tudom csinálni, hogy beszólok neki, és akkor meg tudom ölni. De például beszéljünk Mamival, akiről tudjuk, hogy nagyon sok mindent tud a városban. Íni. Ügyes voltál, bizonyára alaposan megéheztél, jutalomból mindent megkapsz tőlem, mi szemszájnak ingere, nézd csak, mi van nekem a számodra, egy tál legremekebb érték ételekből. Ez elég jó hangzik, nézzük csak. Jó, hát vegyük a kaját. Láttam, nagyon éhes vagy, szeretem látni, ha valaki ennyire jó ízűen eszik. Elégedett vagy? Ez nem lehet kérdés, mama. Jöhet a repeta. Persze, hogy ne. Ott kérdezek valamit. Jöhet a repeta. Igazán sajnálom, csak patkánypitém, patkánypogácsám és némi spagettim van. Kérhetnék valamit, amiben nincs olyan sok patkány? Akkor kérek egy olyan patkánypogácsát, akkor kérek egy... Kérjünk patkánypitét. Rögvest hozok neked repetát. Ez összesen 10 dollár lesz. Á, most már pénzbe vagyunk, mi? 10 dolcsi egy patkányért, maga bizonyára megőrült. A falu környékén sokkal többet kérhetünk az ízesebb darabokért. Persze, hogy jöhet. Ja, hogy olyan olcsó. Jó, legyen így.
Látom, nagyon éhes vagy, szeretem látni, ha valaki ennyire jó ízűen eszik, elégedett vagy? Ez nem lehet kérdés, ma jöhet a repeta. Akkor mi legyen a következő fogás? Hát jó, és ezt a végtelenségi lehetne csinálni. Remek. És a spagettit választanám patkány szósszal, de ugye pont olyasmit akartunk, amiben nincs repeta. És ezért is fizetnem kell. 3628 pénzem van. Ne, ja nem, oké. Okay. Akkor üzleteljünk vele először, hát ha van nála valami érték. Pénz az, van nála. Eladhatok neki egy stukit. 250-et ér. És két darab kést. Az 80. Hát akkor mamival nem biztos, hogy tudunk üzletelni. Ha csak el nem adom neki a kis töltényeket egyébként. Aha, igen, ez jó pénz. Nagyszerű. Na, helyben is vagyunk, mindenki boldog lehet. Na, és akkor így még több pénzem lett. Na, kérdezzünk tőle valamit. Hallott valamelyik menedékről, vagy egy Vic nevű fickóról? Ott van a menedékváros innentől egy kicsit keletre, és egy cseppet északra. Ez a Vic, várjunk csak, biztos vagyok benne, hogy tudja, hol találom Viket, ő egy kereskedő. Vik a kereskedő? Á, így már beugrott. Igen, ha jól tudom, Metzger tartja fogva valami oknál fogva. Ki ez a Metzger? Igen, ezt tudom. Jó, azért megkérdezzük. Milyen ehető dolgok vannak errefelé? Szúlja fasírt. Tényleg? Akkor mi legyen a következő fogás? Hát jó, visszatértünk ide a francba. Jó, oké, akkor ezt így letudtuk. És nem igazán tudom, hogy mi van, hogy milyen dolgokat lehet itt még csinálni. Egyébként ezt a területet ki tudom rabolni. Úgyhogy körülnézünk. Hát ott találunk dinamitot valahol. Alkohol az van. Adjon már egy kis aprót húk egy munkanélküli földművesnek. Hát persze, jó ember, mennyire van szüksége? Jól tagoltan. Ez elképesztően rendes magától húk. $1000-ra kín leszek a vízből. Hogy ne tessék? Mégis meddig? Egy évig tán? Nincs rá eset, itt van $25. Aztán maga bolondnak néz. Engem, na inkább megyek. Hát, igen, érdekes. Nagyon kíváncsi lennék, hogy mi lenne, hogy odaadnánk neki ez $1000, de nem tűnik túl szerepjátékosnak. Pusztán azért adni pénzt valakinek, mert kíváncsi vagyok a játékban hát feloldott dolgokra. Úgyhogy ezt nem csináljuk. De adok neki $25, mert ennyire vagányok vagyunk. Így ezt így odadobjuk neki, ez így nekünk nem pénz. Áldott legyen a neve, Hook megmentette az életemet. Egy életet keresek, tud segíteni? Igen, nekem is jól esne egy kicsi, hozná nekem? Nem életet keresek, nem ételt. Nem életet keresek, nem ételt. Ó, ja, hogy étel? Igen, tudod, te mekkora gekkóból érdemes sültet csinálni? Karl megmutatja mekkorából, hirtelen nem tudod eldönteni, hogy a gyík most 10 centi vagy egy méter hosszú. Hadd próbáljam, gondolom ilyen nagyon részegen így. Hadd próbáljam elmagyarázni, nem gekkót keresek, amiből kaját tudnék csinálni, hanem egy életnek nevezett tárgyat. Ez egy angol, ugye geknek hívják az életet, az élet az is egy rövidítés, az a táskának a neve, amit keresünk. És az ugye gekkó, gek, és gondolom ebből fakad itt a félreértés.
Hát miért nem ezzel kezdte? Tudom én, hol lehet olyan olyat, huk olyan édenkert ebben a pillanatban Carl arca előre bukik és elájul. Ha Carl újra felébredne, talán újra beszélhetnénk. Basszus! Pedig éppen tudta, hogy miről van szó. Tisztességesen beájult. És ki tudom rabolni? Van nála 25 pénz, amit adtam neki. Lehet, hogy még az 1000 dollárt is vissza tudnám tőle lopni akkor. Ez mondjuk csábító, én ezt nagyon ki szeretném próbálni. Amúgy is csak annyit csináltunk ugye, hogy egy kicsit kereskedtünk mamival, de a másik város részbe úgy mentünk át, hogy ott nem találtunk semmi értelmeset. Úgyhogy... szerintem... Egyébként hoppá, megnézem ezt a tárolót itt mami mögött, hát ha el tudom venni belőle dolgokat. Mennyi királyság van itt? És gond nélkül lerabolhatom itt az egész konyháját. Na jó, van, akkor azt csináljuk, hogy... kirabolom itt a dolgokat hátulról is, meg ugye a konyhát is kiraboltam már, és ezeket mind eladjuk neki pénzért. Ne nálunk foglalja itt a helyet. De most végig kell mennünk azon, hogy... hogy megetett minket. Jó, de nem kérünk repetát, mert most már minek. Na, és most, hogy eladtuk neki a saját dolgait. Nagyon szomorú, hogy egy beszélgetésben nem lehet kilépni csak úgy, ez annyira kellemetlen, szerintem. Na, de akkor nézzük. Na, akkor most adjuk neki oda az 1000 dollárt. Carl szája nyitva marad a csodálkozástól. Köszönöm, maga aztán nagy lelkű. Ha van valami, ami külne, csak jöjjön hozzám, egyébként a nevem Carl. Persze Carl, most, hogy így említi. Régóta keresek egy életek nevezett tárgyat. Van valami ötlet, ahol találok egyet? Igen, Huk, igen, egy kicsit hozzá nekem. Igen, és akkor most ugyanabba a beszélgetésbe kerültünk, amiben az előbb, és akkor Carl kifekszik. És ott van nála az 1000 pénz. Nagyon kemény. Érdekes, egyébként érdekes. Egyébként szeretném megnézni azt, hogy milyen... hát igazából ugye nekem azt kéne, hogy most kirakok egy perket, hogyha ugye egyébként meg akarjuk ölni Metzgert, akkor minden harci képességemre szükségem lesz. Nagyobb közel harci sebzés? Ez egyes szinten van? Ja, akkor ebből kirakhatok még egyet, gond nélkül, elméletileg. Hogy az szintű vagyok? 6. Ja, itt van, nagyobb közel harci sebzés. Na, jó van. Akkor ezzel ilyen egyszerűen megoldottuk ezt a kérdést. És szerintem akkor most már, hogy a mamitól sem tudtam meg semmilyen információt, azt tudjuk, hogy keletre van a... Észak-keletre van a menedékváros, de persze... lefolytathatom vele újra ezt a beszélgetés sorozatot, ugye annyi értelme lenne a dolognak, hogy hát ha megtalálom a térképen bejelölve, de nem biztos, hogy bejelöli. Mert egyébként, hogyha bejelöli a térképen, akkor nekünk nincs szükségünk Vic-re, akkor mehetünk tovább Vic nélkül.
Várjunk csak most én... Oké, hogy nem olvasom el ezeket a beszélgetéseket egészen elejétől a végéig, de ott van menedékváros, innentől egy kicsit keletre és cseppet északra. Ja, oké, akkor jó. Akkor keletre és északra kéne menni menedékvárosba. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy bejelölte el a térképen nekünk. És ott van menedékváros. Tulajdonképpen elmehetnék oda. De nagyon jó lenne egyébként elintézni ezt a Metzger bandát itt és most. Úgyhogy én azt mondom, hogy visszamehetnék Klamathba. De egyáltalán nem biztos, hogy... hogy Klamathban... meg tudom venni azokat, amiket szeretnék. Ugye szerintem ott sincs bomba tulajdonképpen. Nem egy olyan nagy kereskedő központ sajnos. De benézünk. Másodszor jövök vissza egyébként ide. Hát rengeteg szemét van nála egyébként, amit ugye én adtam el neki. Tehát nagyon jó tulajdonsága a játéknak, hogy olyan dolgokat megőriz, amiket eladok egy kereskedőnek, az véglegesen ott marad nála, így nem tűnik el a semmibe egy-egy dolog. Na, jó van, oké, hát szereztünk még egy kis pénzt. Eladjuk ezt a shotgunt, vagy várjunk csak, ezt direkt nem akartam eladni, mert Vicnek akartam eltenni. Ha velünk jönne, akkor... De úgy látom, hogy egyébként nincsen nála robbanószer. Úgyhogy eladjuk a töltényeket. Kurva sok steampack-en van egyébként. Hát a gumicsizma az bármikor jól jöhet. Lehet, hogy akkor egy steampacket nála hagyok. És akkor még 30... illetve 26 pénzt. Oké. Egyébként még meg lehetne nézni azt, hogy mi van itt ezen a területen. Mert itt van egy ilyen kis gép, amit nem tudom, meg tudok-e javítani. De lehetséges, hogy érdemes megpróbálni. Ugye ez egy lezuhant Verti Bird. Nagyon kis jópofa dolog, hogy itt Klamathban találunk egy ilyet, és itt van egy ilyen robot. Nem tudom, hogy beszélni kell-e vele, vagy micsoda. Ó, hogy ez megtámad. Az ötös robot él. Hát akkor nem biztos, akkor nem arról van szó, hogy meg kell javítani, hanem egyébként meg kell harcolni vele. Problémás egyébként, mert rohadt erős szerintem, úgyhogy megnézzük, hogy mit tudunk vele kezdeni. Kicsit hátrébb megyek, még jobban, ne kapjam az első ütést. Hú, de rohadt keveset lép. Lehet, hogy ez valami taktikai dolog? Szulik elvétette. Hát még egy kicsit hátra jövök, megnézzük, mi lesz. Nagyon keveseket lép.
Na oké, akkor most bele tudok döfni. És akkor most tudok menekülni. És szerintem 4-et lépek az elég. De lehet, hogy az sok is. Aha, ez itt tök jó. És akkor mindig 4-et lépek. Szerintem ez a robot sérült annyira, hogy így most el tudom intézni. Bár az igaz, hogy most nem, most 6-ot lépek, megpróbálom oda Szulik mellé vinni. Valamiért Szulik nagyon pocsék harcos. Lehet, hogy beszélnem kell vele, hogy milyen módon harcoljon. De ugye itt a cél az lenne, hogy mi ketten verjük össze a robotot. És nem akar a robot így nagyon. Mármint itt Szulik nem akar ugye a robot után jönni. Na, oké, nagyon király, és intéztük. Mennyi XP-t kapok érte? 200 TP, az nem olyan rossz. Na. És akkor nézzük meg, hogy itt mi a helyzet. Egy sárga belépőkártya. Ez gondolom akkor lesz fontos, hogyha Navarro-ba akarok elmenni. Lezuhant gépmadár, nem lát semmi különöset. Azért ez önmagában elég különös lenne. És hogyha a javítóképességemet akarom használni rajta, akkor kiír valamit egyébként? Mármint, hogyha ezt az egyes szintű javítást akarom használni rajta. Nem tudok oda menni. Gondolom ez nem is egy objektum, amire használhatnám a képességemet, hanem inkább egy háttérelem. És mi, hogyha a gépet akarom megjavítani, csak hát ha már itt vagyunk. Megvan. Hát jó, akkor hagyjuk. Na jóval, akkor oda jutottunk, hogy bombát nem tudtam szerezni. Sajnos. Mi a fene? Túl vagyok terhelve. Nem. Úristen, elkezdett akadni a játék, de nagyon rondán. Hát újraindítom. Ja, jó, oké, remek. Helyreállt a dolog. Jó, hát akkor elmegyünk rejtekbe, és így ezzel a képességgel, amit összeszedtünk eddig a játékban, ezzel a tudásunkkal, ezzel a tudáscsomagunkkal próbáljuk majd meg megölni Metzger bandáját. Valószínűleg nem fog sikerülni, ezért... Vadászok. Szóval valószínűleg nem fog sikerülni, úgyhogy meg kell vennünk majd Wicket pénzért. Körülnéznék itt a házukban, hogyha lehet. Aha, mondjuk ez várható volt. Beszéljünk velük. Hello, nem találkoztunk... Nem találkozunk túl gyakran emberekkel errefelé, mit akarsz? Van Eloldo Gecko bőrötök? Hát éppensége van pár eladásra szánt bőröm. Jó, oké, ezek sima prémvadászok. Nézzük meg, hogy mit tudunk velük kezdeni. Aha. Jó, nem egy nagy dolog ezekkel üzletelni egyébként, úgyhogy szerintem ezt felejtsük is el. Adjuk el a területet. Növényeket le se tudom szedni, úgyhogy ez unalmas. Itt nincs semmi. Visszamegyünk rejtekbe, és akkor elintézzük ezt a Vic dolgot. Néhány bandita. A banditák mindig jók, XP-t kapok belőlük, úristen mennyien vannak. Oké. Hát ez jó gyakorlás lesz így a Metzger előtt. Szulik, maradjunk egymás mellett. Pezzeg, ilyenkor neki megy. Szulikot meg fogják gyilkolni több irányból, az a baj. Igen, és ezt végig se kéne néznünk, mert gyakorlatilag ugyanaz fog történni, mint a legutóbb. Úgyhogy szerintem én ezt hagyom is. Mert az egy dolog lenne, hogyha én lennék itt egyedül, és akkor el tudnám őket így kájtolni, így el tudnék menekülni.
de így, hogy Sulik is ugye berohan a közepébe és hagyja, hogy körbevegyék meg minden. Néhány húsevő növény között rejtőző aranygekkó. Na, ez már érdekes. Hoppá. Azt, hogy lehet, hogy csak most vettük észre őket, hogy így besétáltunk így az egész partinak a közepébe. Na jó, van, először az aranygekkókat intézzük el? Hát végül is ezek a húsevő növények nem igazán tudnak engem megsebezni, illetve az aranygekkók se nagyon. Úgyhogy nyugodtan beállhatok ebbe a csatába, így a csata közepébe. Hoppá, azért rám vert egy 16-ot. Nem is vagyok meglepve, hogy az összes virág engem támad a gekkókkal együtt. Jó, mondjuk az nagyon jó, hogy a virágok azok néha engem, néha a gekkókat lövik. Nagyon rossz a közelharci képességem, ezen még biztos, hogy húzni kéne. Ha ez ilyen gyatrán fog menni, akkor igazából... akkor értelmetlen az egész, akkor nem fogom tudni megölni a mezgel bandáját. Egyébként most jut eszembe, hogy... akkor tudnám őket megölni, hogyha esetleg elhoznám azt az elektromos bökőt, amit Klamathban őriz az az örömlány, de hogy tudnám tőle ellopni, vagy hogy tudnám őt megölni, és elszedni a bökőjét. Hogy ennyire béna vagyok ezekkel a gekkókkal szemben? Régen sokkal könnyebben ment a megülésük, most még Sulik sem bír el velük, ezek erősebbek lettek? Három-ötvennégy százalékos ütést nem tudtam megcsinálni. Hello, maradj, Alman. Üdv a streamben. Itt fogok megdögleni a virágok között. Egy nagyon jó halál. De basszus, legalább egy gekkót öljünk már meg. Most már csak azért sem steampekelek, mert hogyha ez a harc egy steampek beadásra folytatódna, akkor az már önmagában egy rohadt nagy bukás lenne. Talán azt megtehetem, hogy távolodom egy kicsit, egyébként valószínűleg Sulik sokkal többet bír én nálam ebben egy ilyen harcban. Miért nem futok el? Mert bele akarok állni a küzdelembe, meg egyébként, hogyha elfutnék, akkor inkább behoznám az elmentést. De most egyébként, most, hogy lement az életerőm, most tényleg az lesz. Súlyosan sebesült, de ettől függetlenül megpróbálom befejezni a harcot. Viszont távolodok a maradék lépéseimmel. Oké, nagyon jó. Bár egyébként ezek biztos, hogy erősebb gekkók, mert a toxikus barlangban lévő gekkók nem tudtak engem megütni, miután megütöttem őket és elmentem. Úgyhogy ha egy késsúintással csinálom meg, akkor talán tudok majd annyit lépni. Nagyon király, végre megdöglött. Hogy ne tudjon megütni, mikor utolért. Hát ez így azért... ez így elég durva egyébként. Jó, egy kis gyógyító csomagot hajlandó vagyok bevenni. Így. Rohadt 51%-ból nem igazán jönnek össze az ütések. Mondjuk azt sem tetszik, hogy Sulik nem rajtunk segít, hanem a virágokkal hadakozik. Oké. Kockáztatni kell, én azt mondom. Te jó ég!
Miért üt hármat? Kiválasztott kalandja véget ért, remek. Na jó, van, akkor esetleg azt lehetne csinálni, hogy Klamathban, igen, itt vagyunk Klamathban, nagyon jó, amikor elindultunk. És itt már meg van halva a robot, remek. Na, akkor én megnézem magamnak ezt az elektromos ösztökét, ami itt van a cicabárban. Kíváncsi vagyok, hogyha megölöm ezt a nőt, egyáltalán azt, hogy meg tudom-e ölni, de hogy az egész város végérvényesen és megbocsájtatatlanul ellenem fordul-e majd, és egyébként, hogy nekem az jó-e, szóval, hogy én ezt vállalhatom-e egyébként, szóval igazából itt ezt a várost már kifulloztam, szóval, hogyha akarom, akkor ezt a várost én eltiporhatom, ha szeretném, miért ne tehetném meg? Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy megéri-e egy ilyen fegyverért ezt megcsinálni. Nyomunk egy elmentést, és hogyha ez a fegyver segít nekünk legyőzni Metzgert, akkor én azt mondom, hogy én vállalom azt, hogy én leszek a Klamathnak az egész kiirtója akár. De akkor nézzük csak. Először is szeretném, hogy a Sulik ide jönne mellém. Ugye valamivel rá kéne bírni, hogy bejöjjön a házba. Az előző epizódban már ugye azt nagyjából letisztáztuk egyébként, hogy simán gonoszkodunk a játékban. És ugye kinyírtam azt a bár tulajdonost, aki belém kötött, persze. Az azért volt jó, mert azok olyan küzdelmek voltak, amiket a játék szerepjátékos részén belül meg tudtam csinálni, és nem fordult ellenem az egész város. Na jó van, akkor nézzük. %62. Na, ez az, végre egy crit. Oké, és ott van nála az, ami nekem kell. Mennyit nyomott rám? 12 épét ütött rám. Igen, és jön az egész bordélyház. Basszus. 13. Nagyon királyokat ütünk egymásra. Jó? Remélem, hogy ez egy rövid csata lesz. Súlyosan sebesült, most még a szemét kibököm. Ez az. Hát nem tudom, hogy a többi csajszi az mivel fog engem megütni majd, hogyha ide ér. Oké, menekül. El kell kapni. Ez kell nekünk, nagyon jó. És most kivesszük a zsebéből az elektromos izét. Suliknál már megtapasztaltuk a legutóbbi epizódban, hogy gyerekeket is simán megöl. Ez kell nekünk. Na és akkor nézzük, hogy a francban nem tudok most már belenyúlni. Azt kéne megnézni ugye, hogy ez az elektromos cucc, ez energiacellával működik-e? Mert energiacellát nem biztos, hogy tudok szerezni hozzá, és akkor hiába vettem el tőle. Persze nyilván utána nézhetnék a Wikipédián vagy valahol, de most nem szeretnék ilyen guide-ok szerint játszani. Engem itt meg és ő esik el. Nagyon kemény, nagyon életszerű egyébként. Mennyire utálnak Klamathban, hogy most elkezdtem kiirtani őket? Klamath kedvelt. Mi történne, hogyha elhagynám a várost? Mert nagyon kíváncsi vagyok, hogyha nem gyilkolok sok embert, akkor igazából azt fogom csinálni szerintem, hogy Sulikot kirakom a csapatból, amíg megölöm ezt a csajt. És akkor elhagyom a várost úgy, hogy a többiek azok így... hát azokat nem ütöm meg. És kíváncsi vagyok, hogyha visszajövök, akkor ugye támadni fognak rám, vagy sem.
Mert ugye, hogyha kedvelt vagyok a város szemében, akkor tulajdonképpen miért akarnának engem megölni? Hát ha csak nem egy ilyen állandó kombát helyzet alakul ki, hogy ugye ők egyszer kombátban voltak velem, akkor már egy örökre fennáll ez a szitu, amíg, tudom is én, amikor meglátnak bármikor. Mert tulajdonképpen az egész város jön most már, itt a kocsmából is jönnek ki emberek, meg minden van. Whisky Bob is kijön, kijön a kocsma tulajdonos asszony, a gyerek is fut felém, mint valami vadállat. Ez ilyen kicsit olyan Skyrim-es, ugye, amikor megütjük a tyúkot. Szulik bent ott a kurvák házában még mindig szerintem egy kalapáccsal üti az egyik nő fejét. De egyébként Jenny meghalt, úgyhogy igen. De még a hülye kisgyerek is engem akar. Igazából, hogyha el tudtam volna lopni ezt az elektromos bököt, akkor most nem kellett volna meghalnia a nőnek, csak nem tudom, hogy lehet ezt elintézni a játékban, hogy talán akkor, hogyha úgy ölöm meg, hogy egy időzített bombát teszek a zsebébe, de lehet, hogy akkor is én rám kerik a gyilkosságot, és az a baj, hogy időzített bomba, az még nem vásárolható. Na jó, oké, akkor most kijöttünk a városból, visszajövünk. Ó, és Szulik az frankon elhagy engem, mert Klamátban problémát okoztam. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy kedvelt vagyok Klamátban, és ennek ellenére ugye a város az utál engem, és Szulik meg megjegyezte nekünk, hogy jó, mondjuk az értető egyébként, hogyha ugye elkezdjük ölni Klamát népét, aha, és itt az egész város megint újra harcba száll velünk, aha, kár. Jó, hát akkor mindenkor ezzel nem tudok mit csinálni, Szulik egyébként többet ér nekem, mint az a fegyver, amit elvehetek attól a nőtől, úgyhogy úgyhogy tényleg csak a robbantás működne, hogyha lenne robbanószerem, és egyébként így belegondolva talán azt a dinamitot, amit a patkány király barlangjában találtam, azt nem kellett volna használnom arra, hogy kirobbantsam a tovább utat, a tovább vezető utat, hanem azt a dinamitot ugye sokkal jobban felhasználhattam volna például Metzger megölésére. Na jó van, de akkor ennyi, akkor ezzel sem jártam sikerrel, legalábbis ez a tervem sem járt sikerrel, itt Klamátban nem tudunk sem bombát szerezni, sem a Kettleprod nem lopható el. Persze teltek még egy próbát, hát ha változott valami, én nem tudom, lehet, hogy nagyobb lopakodás, vagy lopás képesség kéne hozzá. Megpróbáltam azt is egyébként, hogy rakok még a lopásra. Ugye a lopásom most így felmehet, hát nem sokkal egyébként. Hát a kötél az itt van nála, az remek. De egyébként pedig, hogyha az amúgy is itt van, szóval ez nem skill függő. Uh-huh. Itt ingyen kötél. Na jóval, akkor szerintem nem tudom halogatni az elkerülhetetlent, megtámadjuk Metzgeréket, aztán meglátjuk, mi lesz ebből. Ugye van egy shotgunom, amit talán használhatok, egyébként lehet, hogy kivételesen nyúlhatnék egy távolsági fegyverhez. Patkányok. Jó, ezeket legalább ki tudom nyírni könnyen, 93%-kal találom el őket, az is mennyire jó. Ez az. Ingyen XP. Oké. Okay.
Egyébként a közelharcra pedig rárakhatom majd a pontokat, amiket az előbb ugye a lopásra tettem. Azon gondolkodom egyébként, hogyha nincs bombám, akkor valószínűleg nem is tudom majd kiszabadítani a rabszolgákat Metzgertől, és egyébként is, hogyha ezt meg tudnám tenni, ugye az is kérdéses, hogy azok a rabszolgák rátámadnának-e az őrökre, hogyha kiszabadítanám őket, vagy sem. De hogyha az ajtót ki akarom robbantani, bomba nélkül, akkor azt szerintem csak a shotgunnal tudom megtenni egyébként. És Sulikon biztos, hogy állítanom kell valamit nem sokára, úgyhogy lehet, hogy mindjárt beszélünk vele. Mert az a helyzet, hogy... hogy nem akar harcolni. Egyébként borzalmas. Változtatni kell a távolságunkon. Felszerelésedről. Jó, a nézzük majd te. Légy a közelemben. You'll be needing us to stay close. Keep you out of trouble. Harci irányítást nézzük még meg. Harci bőrpáncél, ugye ezt mi adtuk neki. Védekező, agresszív, öngyilkos. Gyáva egyéni. Nézzük az egyénit. Sorozat, nagyon vigyázz, hogy el ne találj. Jó, ez úgy adunk neki gépfegyvert. Ha csak egy hajszá választ el a haláltól. Érdekes, gondolom ez ilyen jellemtől függ. Fegyver, közelharci után távolsági. Ez jó. Távolság, roham. Maradj mellettem. Maradj távol az ellenség. Igazából a maradj mellettem az jó, az egész jó. Célpont a legerősebbet. Akit akarsz, aki engem támad. Aki a legközelebb van. Aki a legközelebb van, az jó. Ugye az, aki engem támad, az azért nem jó, mert nagyon sokan támadnak. Steampack óta nagyon fáj. Bármilyen drogot, de csak ritkán. Steampacket, ha kicsit fáj. Szerintem most egy kicsit nyúlhat majd gyakrabban a Steampackhez. Úgy sincs nála. De hogyha adok neki, akkor inkább akkor használja, hogyha már épp hogy szüksége van rá. Na és akkor nézzük, hogy elértünk-e valamit ezzel a beállítással. Igen, mint hogyha közelebb jönne. Na igen, és ide jön és támadja. Nagyon király, sokkal jobb. Akkor végül is ez működik, valami el volt állítva nála korábban. Na, hát jó sok időt elvesztegettünk ezzel az oda-vissza utazással. De most, hogy megérkeztünk, akkor már csak rá kell pihennem arra, hogy elindítsuk ezt a támadást a banda ellen. A töltényeket már előre kiloptam az őrök zsebeiből, illetve Metzgernek a shotgunját is elloptam. Esetleg még az tök jó lenne, hogyha Vickkel tudnék beszélni, és úgy meg tudnám győzni arról, hogy álljon mellém a harcban rögtön az elején. Hát eladhatom neki a kötelet egyébként, hogyha már itt vagyunk és üzletelünk, de hát az a 25 az nem. Nem egy akkora összeg. Inkább azt szeretném. Egyébként lehet, hogy a kötél az később jó lesz valami questhez, úgyhogy hát kár is volt eladni, de nem baj, úgyis lesz majd még, visszaveszem vagy valami. Az a baj, hogy itt nem lehet megpihenni. Akkor viszont, ha akarok keresni egy olyan helyet, ahol meg tudok pihenni, hát szerintem az utcán lesz. Sajnos. Legközelebb majd elmegyünk valami hotelba, vagy ilyesmibe pihenni. Lehet, hogy gyorsabban is gyógyul a karakter, nem tudom, de
de az biztos, hogy itt Denben az egyetlen egy olyan bárt, amiről tudom, hogy meg lehetne szállni, az szerintem az itt van, itt meg lehetne szállni ebben a bárban, azt kiirtottuk. Na jó, van, tervezzük meg ezt a csatát. Ugye úgy néznek ki a dolog, hogy az ablakon elméletileg át lehet lőni. Szóval, hogyha kezembe vennék egy shotgunt, megtöltöm, mert miért ne? Aha, az ablakon nem lehet átlőni. De várj, csak lehet, hogy mégis át lehet lőni? Mert nem hiszem, hogy ez az ajtón való átlövés lenne. Zárjuk be az ajtót és megtudjuk. Ha be tudom zárni, lehet, hogy ez nem is egy zárható ajtó. De egyébként gyanús nekem, hogy itt az ablakról lövök át, és nem az ajtón. De egyébként nézzük meg itt egy másik ablakon, például, hogyha innen belülről próbálok kilőni. Aha, itt viszont nem adja be. És ha innen, akkor sem. Á, de itt viszont már tudok lőni. Így. Szóval az ablakokon át lehet lőni. Oké, ez fontos, ugye ezt tudni kell. Mert akkor olyan szobába kell elhelyezkednem, amikor harcolunk, ami ahova nem tud mindenki berontani, hogy egyenként tudja őket megölni lehetőleg. Ugye ezen a kulcsa szerintem egy ilyen támadásnak, egy ilyen harcnak. Illetve igen, hát az ajtónak a kilövése kérdéses, hogy ezt meg tudom-e csinálni. És hogyha kilövöm az ajtót, akkor támadást indítanak ellenem majd a meckerék. Ugye ez sem mindegy. De először próbáljuk meg kilőni az ajtót. Szerintem egy ötös mentésre jók leszünk. És akkor nézzük. Oké, ez még csak meg sem karcolta az ajtót. Hú, ez probléma. Oké, az jó, hogy itt lövöldözöm az ajtajukat, és... nem támadnak rám, de az viszont rossz, hogy itt bele lövöm ezeket a rohadt nagy sörétes töltényeket, és még csak meg sem karcolódik az ajtó, hogy ez biztos, hogy nagyon jól ki van védve. Hát így a, nem tudom, ilyen a játékot úgy készítették el, hogy ezt az ajtót nem nagyon lehessen csak úgy kinyitni. Esetleg, hogyha megpróbálom a zár feltörésemmel, ami nem kicsi, megnyitni ezt az ajtót. Aha, igen, remek. Ugye ezt már egyszer megpróbáltam, az a baj. És azért támadnak rám rögtön. De hogyha lopakodásból csinálom meg, ami egyébként nem túl magas, 35-ös, és ugye nappal van, itt vagyok az orruk előtt, rengeteg ember van a szobában, de mégis talán van rá esély. De nem sok. Na jó, van, próbáljuk meg még egyszer. Most így a harc közben. Harc közben nem lehet. Jó. Basszus, én annyira szeretném felrobbantani ezt az ajtót, meg ezt az egész bandát, és annyira szomorú vagyok, hogy nem lehet. És miért nincs dinamit a játékban? Na jó, van, hát akkor szerintem ez ennyi. Az egyetlen megoldás az, hogy magamra húzom egy ilyen kis egyszerű szobában az egész bandát, és úgy nyírom ki őket. Ha ez nem jön össze, akkor viszont diplomatikusabb megoldásokat fogunk keresni. Érdekes, hogy fegyverrel egyébként egész jó eséllyel el tudom találni, úgyhogy maga a fegyver skillem csak 35-ös. Ezek a közelharcom 84-es, és azt pedig mégsem tudom olyan jól használni. Na jó, van, akkor lássuk. Vagy várjunk csak, bocsánat. Szuliknak adok pár szimpeket. Max 2-t használhat el. Na, és szerintem akkor kezdődhet is a buli.
Na, gyönyörű szép lövés, 31 EP földre került. Ez ám az indítás, én azt mondom. Akkor szerintem most így nyomjunk bele még egyet. Vagy beállok rögtön ide hátra. És azt hiszem ez lesz a jobb megoldás. Hiszen... ugye, hogyha az ajtóban maradok, akkor lőnek majd, és nem jönnek be a szobába. Úgyhogy... én itt maradok. Szulikot ugye úgy állítottuk be, hogy maradjon mellettem, és nagyon remélem, hogy nem fog kirohanni. Viszont igen, ez kell nekünk, hogy ők rohanjanak be. Mellettünk van a szerencse rendesen. Na jó, akkor nézzük. Barátunk teljes életerőn van. Hoppá, a közelharci képességeket fel kell vinni a maximumra. Igen, így 106-ra. 82% sokkal jobb. Lássuk. És mellé. Hát ez így jó, remek. Hát ezt a shotgunt még belelőhetem, ha már itt áll előttem. Ez zseniális, hogy nem talál el. Jó, és akkor most... két döfés. Hajtsán megsűrült, 7 épét veszített, nem sok. Viszont most kapott egy jót. 13 EP. És ebből a maradék 2 pontból pedig újra töltöm a shotgunt. Bár alapvetően ugye a közelharci támadásaimat használom. Nagyon jó, meg is döglött. Hú, de jó vagyok. De igen, kéne az a kés a kezembe. Eléggé. Ajaj, nem jó. Na jó van, cseréljük ki a késre. Na, nagyon jó kis crit. 11 EP. Hoppá, Szuli kijött, nem jó, nem szerencsés. Basszus, elég nagyokat lőnek rám, és az a baj, hogy be tudnak lőni tökre. Aha, szomorú, de ez így nem lesz jó szerintem. Hát hátrébb kell jönnöm szerintem. Vagy átjövök ide a szoba másik végébe. Oké, Szulik használja a Steam Packet. Mindkettőt elhasználta. Szulik lesz az én felfogó emberem, így az élő fal. Az a baj, hogy tényleg így, hogy ő nem tud taktikázni, így nagyon nehéz a játék vele. Egyébként nagyon sajnálom, hogy a Fallout 2-t nem úgy készítették el, mint a Baldur's Gate-et, vagy a Divinity Original Sin-t, hogy én irányíthatom az embereket. Mert igazából minden lehetőségük meg lett volna rá, hogy úgy készítsék el a játékot. Szulik majdnem halott. Hát én azt tudom remélni, hogy ha majdnem halott állapotba kerül, akkor menekülni fog. De nem. De még az sem. Szétlőtték a szerencsét, tehát nagyon durván. Na jó van, akkor hát ez a harc nem végvihető, azt hiszem Szulik miatt. Ha csak nem oldom meg úgy a dolgot, hogy ugye... ne tudjon előre menni. De akkor viszont nekem kell beállnom az ajtóba. Rengeteg ember van itt, a jó ég. Nézzük egyébként, hogy én meddig bírom.
ugye most be tudnak rohanni. Hú, de sokat léptél. Igen, igen, nem túl szerencsés. Sebesült, sértetlen. Hát igen. Simán meg fognak ölni most már. Igazából ennyi volt. Hát nagyon úgy látszik, hogy Mezger bandáját nem fogjuk tudni megölni. Nézzük meg, mi van, hogyha bedrogozom magam, de ilyen nagyon durván mindennel. Ugye, még az egy járható út lenne. Akkor hagyjuk ezt a shotgunozást most. És próbáljunk meg Vickkel is beszélni, hát ha becsatlakozik valahogyan a harcba, de egyébként kizárt dolognak tartom. Viszont az ő szobája is alkalmas a küzdelemre, úgyhogy miért ne használhatnánk? Vagy esetleg megtehetném azt, hogy elcsalom őket egy távolabbi csehóba, vagy épületbe, vagy valahova. Esetleg azt is megtehetem, hogy ha kinyírtam egy-két embert, akkor kirohanok a pályáról, aztán később visszajövök. Ugye ezek már az ilyen sunyibb megoldások, de működhetnek simán. Ugye például ez a bár, ez tökéletesen jó lenne erre talán, mert itt a saroknál... Bár igazából nem biztos, hogy ez lenne a jó. De igen, végül is talán ez lenne a jó, mert hogyha itt a saroknál bevárom őket, ugye itt el kell jönni egészen a sarokig, hogy megtámadjanak, akkor itt elkezdünk harcolni, és itt viszonylag hamar ki tudok futni. Nézzük meg, hogy hány kör alatt, ugye 10-et léphetek, hát ez 2 kör alatt meg lenne. Úgyhogy ha időben elkezdek kihátrálni a harcból, akkor el tudom hagyni a területet. Ez végül is egy járható út. Valahonnan itt kellene meglőnöm ugye az egyik őrt, hogy rám támadjon majd. És mindenképp lövéssel kell kezdenünk a csatát ugye, úgyhogy akkor tényleg ugye az lesz, hogy ugye a shotgun az nálam van. Szulikot rá kéne venni arra, hogy vagy ne harcoljon, vagy maradjon így teljesen hátul. Én ezt nem tudom, hogy ez melyik lenne a jobb. Ugye nagyon nagy szükségünk van az erejére, de hogyha elkezd ott elő harcolni, és nem veszi a lapot, és nem jön oda, ahova én, akkor hiába próbálok befutni ide, mert ha csak nem az egész agró, az összes agró rám kerül az őröktől, az is lehet, és akkor elmennek Szulik mellett. Még talán ez is megtörténhet, úgyhogy először most csak próbáljuk meg meglőni, illetve hát drogozzunk be alaposan. Nézzük, hogy milyen hatások kerülnek a karakterre egy pszichótól. Az erőm az eddig is 8-as volt. Sebzés ellenállás 75%. Szerintem a pszichó az valami ilyesmiben segített nekünk. És nézzük meg, hogy ez a buff out, ez mennyi. Hát ez erőt ad nekem egyébként. Egyébként nem lettem drogos, nagyon király, nem lettem függő. 10-esre felment az erő, és a pusztakezes sebzésem 5-re felment, ami a közelharcos sebzése is rámegy. Na és akkor most lövünk egyet. Távol van. Még mindig távol van. Gyere ide! Oké, felbojdult az egész klán. Ilyen messziről nagyon könnyen elvétik egyébként, úgyhogy jó lehetőségem van hátra futni. És a hajam, ha szála se görgült, ugye ez nyilván a sebzés ellenállás miatt van. Ilyen 2-2 üttek rám. Sokkal jobb, mint a korábbi 7-es. Oké, és akkor menjünk szépen hátra, és
vívjuk meg a csatát egy olyan pozícióból, amiből ki tudok majd hátrálni. Ugye a lényeg az, hogy ha a banda felét kinyírom, már akkor is tök jók vagyunk, mert bár igaz, hogy a loot az nem lesz meg a mi probléma, mert ha visszajövök, szerintem nem lesz ott a sok loot. Bár lehet, hogy item formájában így a tárgyak azok a földön maradnak, ezt majd meglátjuk, hogyha oda jutunk. De ugye nagyon fontos lenne az, hogy nagyon jó, hogy Szulik jön vissza velem. Ugye nagyon fontos lenne az, hogy ki tudjam lootolni ezeket az embereket, hogy a fegyverük meglegyen, ugye ez mind menő eladható pisztoly, ami náluk van, ezek jó dolgok. Na és hogyha Szulik is befordul a sarkon, akkor azt mondom, hogy jók vagyunk, akkor a taktika működik. Ugye azt is figyelni kell, hogy hány ember jön utánunk. Mert én úgy látom, hogy belülről lehet, hogy például nem mozgolódnak ott legbelül. Még egy kicsit arrébb jövök, és aztán később visszajövünk, csak a lényeg az, hogy Szulik jöjjön utánunk a sarkon túlra. De én amúgy is azt veszem észre, hogy igazából inkább engem akarnak megtámadni, mint Szulikot. Oké, most visszahelyezkedünk ide. Turkálunk az inventoryban, és a kést magunkhoz vesszük, a harci kést. Hát a következő körben sajnos támadnom kell, mert ők be fognak fordulni és lőni fognak. Ha csak nem bújok el itt. De akkor viszont csak akkor fogok tudni kijönni innen, hogyha megöltem az ajtóban lévő embereket, vagy legalábbis egyet. Lehet, hogy ez necces, de talán azért érdemes megpróbálni. Hoppá, most Szulikot ütik, majd lehet. Aha. Igen, és Szulik nem vett be drogot, úgyhogy így lehet, hogy most ez így nem lett jó. Nem kellett volna ennyire nagyon sokat menekülnem talán. A közelharci képességekre nem raktam rá a pontjaimat. Oké, 9 CP-t veszített. 9 CP-t veszített, eddig tök jó vagyok. És még 9-et. Igazából Szuliknak is be kellett volna adnom egy drogot. Hajd meg! Kijövök az ajtóba, hogy el tudjam hagyni a területet, hogyha akarom. Ha megölünk mondjuk 3-4 embert, akkor már el lehet hagyni a pályát egész jól. Úgy látom, hogy a srácok már jönnek. Aha, az menekül, az nem jó. Igazából meg kéne őket ölni. Jó van, de nem baj, ide állunk. Vállaljuk. Szió van rajtam, 75%-os sebzés ellenállás. Lőhettek. Ha megnézzük a karakterlapot, még mindig itt van rajtam. És nagyon szépeket... lövök. Basszus. Szulik. 47 épét vesztett Szulik. Hát itt fog megdögleni nekünk. Gondolom ez már majdnem halott állapotban van. Remek. Még itt egyedül lemészárolom az embereket, Szulik meg csak arra jó, hogy megdögöljön nekünk. Lehet, hogy Szulikot kivágom a francba a csapatból. Azt is, ez nagyon durva ez a pszichó, a hajam szála sem görbül ezektől a lövésektől. Nagyon-nagyon kemény, hogy ez milyen jó ez a cucc. Egy brutális gyilkológéppé változtam. És az a baj, hogy most meg fogják ölni Szulikot, úgyhogy meg fogom próbálni még egyszer szerintem ezt az akciót, de úgyhogy, hogy akkor Szulikot kivágjuk a partiból, mert ez így nem jó, hogyha most meghal. És akkor lehet, hogy nem is kell ennyire taktikázni, hanem lehet, hogy oda megyek, és... megpróbálom azért Szulikot meggyújítani. Nem már a hülyém újjon.
Basszus, egymást lövik le, nagyon jó. De jó ég, mennyire jól megy most. El se találnak, nem is értem. Hogy lehetnek ilyen bénák? Jó, persze Szulik meghalt, tehát köszönjük a jelenlétedet, Szulik. Nagyon fasza voltál. Hú. Na jó van, akkor... Akkor azt csináljuk, hogy Szuliktól elvesszük a steampack-eket. Meg ezt a quest itemet. Meg ezeket is. Meg lehet, hogy az ásót is. Így, né. És akkor azt mondjuk, hogy... Szulik, megköszönjük a munkádat. We'll be here. Nagyon remélem, hogyha megkérem Szulikot, hogy itt várjon, akkor az azt jelenti, hogy ő nem fog harcba jönni. De várni csak ezt, mert Szulikot használtam arra, hogy kizárjak embereket. What you be need? Nagyon van, kíváncsi vagyok arra, what hogy... Hogyha Szulikot beállítom ebbe az ajtóba, és azt mondom neki, hogy... Várj, csak most hol van? Várj, csak most nem azt mondtam neki, hogy jöjjön. Basszus, Szulik. Szóval, hogyha Szulikot beállítom ebbe az ajtóba, és azt mondom neki, hogy maradjon. Csak be kéne játszani az ajtóba a csávót. Gyerünk már. Oké, igazából erre van szükség. Kicsit arrébb lököm, így. Oké, és akkor most azt mondom neki, hogy maradjon ott, ahol van. Illetve még azt megnézem, hogyha egyet beljebb lököm, akkor vajon meg tudom-e kerülni, vagy az ajtót be tudom-e csukni. Szóval azt mondom, hogy várj még, amíg vissza nem jövök. És akkor nem tudok bemenni az épületbe Szuliktól. Az ajtót be tudom csukni. De ugye... Vagy nem? Ja igen, nem. Elállja valaki a francba, ha. Most sem lehet bemenni. Nagyon jó. Viszont az ajtót nem be lehet már csukni. Ez azért jó, mert akkor ugye Szulik az ajtót nem fogják tudni kinyitni, és így nem tudnak kijönni rajta, vagy megkerülni az ajtót, illetve nem tudnak kilőni az ajtón, ezért csak 4 embert kell intéznem, akik itt kint vannak. De egyébként hoppá, azt vegyük figyelembe, hogy én már bevettem a drogot, úgyhogy nem igazán tudom pocsikolni az időt. Gyorsan kezdjük el a harcot. És akkor jöjjetek, tör the fish ebbe az őrbe. Gyanútlan szerencsétlent elkezdjük itt megdolgozni. Basszus, és Szulik harcba keveredik. Mondtuk neki, hogy várjon, de úgy látszik, hogy ő most velünk van. Úgyhogy akkor Szulikot át kell vinnünk egy másik területre, és ott megmondani neki, hogy maradjon. És akkor megpróbáljuk egyedül lemészárolni az egész bandát. Viszont, hogyha erre látok esélyt, hogy ez megtörténjen, akkor... Viszont nem ez az elmentés kell nekünk, hanem az, amikor még nem drogoztam be magam. Az meg itt van. Szóval, hogyha erre látok esélyt, hogy egyedül megöljem őket, és igazából Szuliknak nem is vesszük hasznát, akkor nem igazán tudom megindokolni azt, hogy Szulikot miért hagyjam meg a csapatban, és hogy miért ne nyírjam ki az egész klámátot, és vegyem el az elektromos bökült. Na nézzük akkor. Egyedül vagyunk mindenki ellen. Ebben a felállásban. Ugye az lenne a legjobb, hogyha az ajtóban dolgoznánk, viszont úgy, hogy a legutóbb. Hiszen... Hogyha csak egy ember tud megtámadni minket egyszerre, az mindenképp jó. Illetve hát itt ezek át fognak lőni egymáson, az világos. Csak ugye nagyon, nagyon jó eséllyel eltalálják majd egymást. Ami nem mindegy.
Persze egyébként Vic szobájában is csinálhatnám ugyanezt. De szerintem mindegy, hogy hol csinálom. Jó ez a szoba. Jó, és akkor ugye shotgun és láncsa, amivel dolgozunk, illetve lehet, hogy dolgozhatok késsel, mert azzal mégiscsak hármakat tudok azért szurkálni. Hát a shotgun az csak a nyitásra kell arra, hogy ugye meg tudjam kezdeni a harcot. És hogy itt maradhassak a szobában, ugye. Bevesszük a drogokat. Hát most nem lett olyan jó, mint az előbb. Igen, szomorú. Sőt, basszus, most itt eszem, hogy nem is fognak ide rohanni elém, hiszen onnan fognak lőni. Igen, hiszen nem közelharcosok. Nekem be kell jönnöm a szobába, ugye, azért, hogy engem... Jó, mondjuk tök jó. Jó, oké, nem. Visszavonom, nagyon jó, ide jöttem. Basszus, hogyha nem kritel belém az egyik, akkor ez egy nagyon szép kezdés lett volna, de ez így borzalmasan alakult, úgyhogy szerintem már újra megpróbálom az egészet. Ez így, hogy kaptam egy kritet, ez így nagyon nem. Ugye a közelharcoló képességemet nevelnem kell. Na, és most legalább mindkétszer eltaláltam az emberünket, és ugye maradhat akkor az, hogy én itt megállok és lőjenek onnan, mert úgyis ide fognak rohanni elém valamiért. Valószínűleg nem tudnak eltalálni ebből a szögből rögtön, nem tudnak rám lőni, és így berohannak ide az ajtóba, mert innen tudnak csak lőni engem. Na, és akkor az első körnek vége, támadhatok is újra. Nézzük, hogy ki az, aki itt lehetne. Sok a sértetlen, hát legyél te. Igen, és hát most jön az, hogy kicseréljük a shotgunt, ezzel elpocsékolok egy kört. De az, hogy a kés a kezemben van, az fontos. Mert akkor hármat tudok támadni egy körben, az nyilván számít. El kéne találni. Nagyon jó, kapott egy rendeset. 20 épét belekéseltem, basszus. És te is kaptál, mennyit? 12. Szép, nagyon szép. Hát most, ugye alapszabály lenne az, hogy akit elkezdtünk, azt támadunk most már. Basszus, ez rohadt jól megy. Egyet ide lépek. Vagy, hát igazából nem kellett volna, jobban belegondolok, mert innen tudom láncsával szurkálni távolról. Zseniális. Igen, most ugye arról van szó, hogy oda mehetnék és megkíselhetném, de akkor elveszíteném a pozíciómat az ajtóból. Egyet megöltünk. Na és most már késelhetem, ugye akkor ez plusz egy támadás. Kár, hogy elvédtem, 84% gyerekek, az nem ennyit ér. És nagyon jó, hogy a csapat többi része nem mer rám jönni. Mert nem tudom miért egyébként, fogalmam nincs, mert az út az szabad lenne nekik. Lehet, hogy valami útkereső rendszert gabajodott meg a játékon belül, és mivel nem tudnak odafutni mellém, és rám sem látnak, ezért nem is közelítenek meg egyáltalán, és ott mindenki marad a helyén emiatt. Nagyon érdekes. De hát a lényeg az, hogy én meg megölöm őket. Hoppá, ez itt Metzger? Ez ilyen hamar ide futott? Akkor nézzük magát Metzgert, gyere! Pá, kapott egy hatalmasat, egy tízeset. Jó, hát közel lépek akkor hozzá, és akkor még kettőt belét szúrok, gyere!
Hoppá, leütött engem rendesen. És félek, hogy így jobban eltalálnak majd, hogy a földön vagyok. De szerencsére a sebzés felfogásom az még mindig nagyszerű. Igazából nem Metzgert kéne megölnöm, hiszen ő közelharcos, nem jelent akkora veszélyt. Koncentráljunk a... hát vagy nézzük meg, hogy milyen súlyosan sebesült, sértetlen. Jó, hát öljük a súlyosan sebesült, tehát mégiscsak egy emberre kevesebb. Metzger megsérült, 12 épét vesztett és meghalt. Megölted a rabszolgacég vezetőjét, 1500 tapasztalati pontot kaptál. Zseniális. Hát a küzdelemnek még közel sincs vége, de... itt állok 53 HP-val, kettőket lőnek rám. Én meg egyetlen egy rohadt késsel így szétdarabolom őket. Egy kicsit beljebb is jövök szerintem. Így gyertek be a szobába. Szerintem el fog fogyni a töltényük, talán előbb is, mint hogy én meghalljak. Gyere, szétkéselek téged is. És egyébként az a vicc, hogy nem igazán kellett trükköznünk, meg exploitokat használnunk, meg semmi nagyon durvát, hanem egyszerűen csak bevettünk egy drogot, és akkor a gyilkológépet kiváltoztunk, hogy mindenféle csalás nélkül megoldjuk ezt a rohadt nehéz szituációt, ami gyakorlatilag egy lehetetlen misszió volt. És ez is meghalt. És itt a 47 HP-val igazából nem kell még egyelőre aggódnom amiatt, hogy... de jó, igaz, ez is mekkorát kapott. Szóval nem kell még amiatt aggódnom, hogy most ki fognak csinálni. Hoppá. 15 épét vesztettem. Na jó, van, oké, akkor veszünk beveszünk pár stimpeket, Három stimpek bánta, nem baj. Az a baj, ezek lőni fognak rám, úgyhogy közelebb kell mennem hozzájuk, de viszont így akkor azok is lőni fognak onnan bentről, nem baj. De a lényeg az, hogy én... basszus, nem már! Miért kapok kriteket? Most már az szerencse az én oldalamra kéne, hogy álljon. Egyébként, hogy állunk? Ez sértetlen, ez pedig súlyosan sebesült. Ja, bocsánat, akkor téged öllek. Igazán kifogyhatnátok már a töltényből, gyerekek. Oké, meghaltál? Nem. Kár. De most csak meghal. Rabszoga hajcsán megsült, 7 épét vesztett és meghalt. Nagyon jó. Látom a fényt az alagút végén. Baj, hogy őt kezdtem el, és őt most nem tudom megtámadni. De téged, ha egy kicsit ellöknélek, hát mindegy, akkor most te fogsz meghalni. Basszus, elfolyott a tölténye. Na igen, ez a baj, hogy most akkor most be fognak jönni még többen a szobába. Illetve engem is elkezdenek majd jönni, mert most az ajtóban állok, de ezt a kettőt be kell fejeznem. Ugye, barátom. És menekül. És
Igen, az értékes töltényeket frankon elhasználták, így abból már nem tudok majd pénzt csinálni. Hajd meg! Jó, és akkor a törzsi láncsával kibökjük a szemedet, barátom. Gyere ide közelebb hozzám, egy picit megvizsgállak. És a hajam szála sem gördül. Meg ilyen két EP. Ez a szoba elég groteszkül néz ki egyébként, olyan, mint valamilyen Doom 2 pálya rész. Kérdés az, hogy meg fogom-e találni a rengeteg hulla között majd a cuccokat, amiket ki akarok lootolni. Ugye ezzel már volt korábban problémánk. Jó van, ne is hajj még meg. Oké, most már három ember három irányba menekül. És az utolsó kettő maradt itt, illetve ketten még ott állnak az épület előtt, mit sem sejtve. Semmiről. Őket nem zavarja az, hogy itt bent puffogtatnak, meg emberek az életükért küzdenek. Barátaik, társaik. Mindig így közelebb jövök hozzád, vágok neked egy szép nagy vigyort. Basszus, azért meg lehetne számolni, hogy hány golyó talált el, és az egy dolog, hogy nem lett semmi bajom tőlük, de hogy mennyivel lett nehezebb a karakter a plusz fémtől, meg vastól, meg ólomtól, ami belekerült a testébe, arra kíváncsi lennék. Jó, mondjuk lehet, hogy de igazából nem, szóval az a helyzet, hogy ez tényleg a karakter testébe kerül, mert ugye bedrogozott, és nem a páncél fogja fel, szóval nem arról van szó, hogy egy power armor miatt nagy a sebzés ellenállásom, hanem a drogoktól, mert ezen a páncél, ami rajtam van, ezen simán átmennek a golyók, ahogy tapasztaltuk az előző csatában. A csávó átváltott kézi ökölharcra, ugye? Ugye ez tipikusan az a pillanata egy csatának, amikor, vagy egy filmes jelenetnek, amikor ugye azt mondja, hogy tegyük érdekesebbé a küzdelmet. Na jó van, gyerekek, elkaplak titeket egyenként. Hiába futtok, ez az, szabadítsuk ki a rabszolgákat. Az ajtó nyitva áll. Szabadok vagytok. Előlem nem futsz el. Hát, hogyha hetet lépek, akkor egyet bele tudok bökni. Oké, és ez elég is volt. Na nézzük, csak 700 tapasztalati pontot kaptam, plusz 1500-at a metzger megöléséért. Nyomunk egy mentést mindenképpen, és megpróbálok beszélni a rabszolgákkal, hogy hagyják el a területet, hát ha harcolni fognak az őrökkel. Mit akarsz? Szabadon elmehettek, metzger halott. Halott, köszönet érte, elmehetünk innen, üt a barátunk vagy. Ha nem tesz semmit, ne induljatok. Oké, és elkezdtek, igen, nagyon jó. Elkezdtek kimenni, és harc is van, úgyhogy nagyon remélem, hogy most harcba kerülnek ezek a rabszolgák az őrökkel. Vagyok a szívós geci. De az a baj, hogy basszus, ők most ki fognak futni a pályáról. Na jó van, te még nem ismersz engem. Én vagyok az, aki puszta kézzel kinyírt egy egész céhet. Jó van, te közelebb vagy. Kár, hogy most már mindannyian ugyanolyan messze vagytok.
baj, megböklek. Ez a kettő maradt hátra, a másik kettő meg menekül, úgyhogy igazából ezt a csatát tényleg tök jól megnyertem. Basszus, mindegy, nem ide akartam lépni, de most már akkor inkább csak kettőt ütünk. Ja, hogy ez meg is halt. Akkor gyere, ide állok eléd. Mekkora mészárás rendezhettem volna, hogyha nálam van az elektromos bökő is. Bemegyek az épületbe, és kikapcsolom a harcot. Megvárom, hogy ezek visszajöjjenek. Elbújok ebben a szobában. A rabszolgák már menekülnek kifelé. Az őröket nem zavarja. Na, talán nem vesz észre a francba. Most meghalsz és elkezd futni, kurva jó. Olyan vagyok, mint valamilyen késes pszichopata gyilkos egyébként, nagyon vicces. Gyere, utolérlek. Végigkergettem az utcát egy késsel, az utcán egy késsel a kezemben. Basszus, az a baj, hogy tök gyors. Mi a fene? Azt hittem, hogy nekem van sok akciópontom. Rossz vagyok, de te még rosszabb. Aranyos bók. Hát jó, hát akkor ez elfutott. Ha visszajövök erre. Azt megtehetem, hogy nyomok egy lopakodást. És itt mögébb lopakodom, és úgy kapom el. Hoppá. Hát igen, az a baj, hogy ez 9 akciópont. Na, így már csak 7, és akkor most meg tudom bökni végre, és nem fog elfutni. Gyere ide! Gyere már ide, na! Oké. Metzger utolsó embere. Gyere a papához. A legjobb hely, amerre menekülhet, onnan nincs kiút. Na, és akkor meg is volnánk. Elintéztük az egész bandát. Zseniális, nagyon kemény. El nem hittem volna, hogy ez összejöhet. És tulajdonképpen csak talán egy-két steampack és egy kis drog bánta a dolgot. Nem vagyok benne biztos, hogy megérte, mert anyagilag rosszabbul jártunk, mint hogyha egyszerűen kifizettem volna az 500 aranyat, és odaadom Vézna testét Metzgernek. De az is igaz, hogy így kaptam egy rakás XP-t. Több mint 700-at azért, mert megöltem a bandát, plusz ezen kívül kaptam még hát ilyen 150 tapasztalatokat emberenként, vagy nem tudom mennyire egy-két emberért, meg 1500-at magáért Metzgerért, plusz egyébként meg egy hát így kiszólítottam a rabszolgákat. Egyébként meg jó, mondjuk arról ne is beszéljünk, hogy ez a rengeteg fegyver, meg cucc, amit most ugye össze tudok szedni, hogyha ezt eladom, akkor visszajön a drognak az ára egyébként meg. Úgyhogy igazából anyagilag is jól jöttem ki. Ja, tiszta haszon az egész.
Csak az a kérdés, hogy hány, igen, itt vannak eldugott fegyverek, ugye, itt azért vigyázni kell, hogy itt mindent alaposan átnézzen az ember. Nagyon remélem, hogy később még talán a hullák ugye még eltűnnek, de attól még a cuccok, amik ott voltak, azok talán megjelennek, nem tudom. De az még nagyon jó lenne. Téged átlootoltalak, nagyon jó. Egyébként Metzgernek hol a hullája? Ez valahol itt volt? Talán ez. Lehet, hogy Metzgert már csak halottként írja ki, de valahol itt volt egyébként, az biztos. Nem már tudja többször átnézni ezeket a hullákat. Hát tulajdonképpen mindegyiknél csak egy pisztoly volt, meg egy kis lőszer. Nagyon jó. Hát akkor azt hiszem eljött az ideje annak, hogy beszéljünk Rickkel. Köszönöm szépen, örökké adósod maradok, hogyan hálálhatnám meg? Mondd meg, hol van a 13-as menedék. Csatlakozz hozzám, jól jönne a segítség. Csatlakozz hozzám. Na, beállok hozzád, ez a vén trotty már látott egy-két érdekes dolgot, ebben biztos vagyok. Ráadásul szinte mindent meg tudok szerelni, bármit is mondjon Metzger. Üdvözöllek a csapatban. Oké, most mit fogunk csinálni? Meg kell kérdeznem valamit tőled. Hol szerezted a 13-os menedék kulcsát? Volt neki kulcsa? Ettől a fickó Brahimokkal kereskedik menedékvárosban. Jártál már arra? Hadd mutassam meg azon a térképizéden. Hát gondolom a Pip-bolyomon lévő térképen. Be kell kérdeznem valamit tőled, változtatni kell a távolságunkon, beszélnünk kell a felszerelésedről. Egyelőre ilyeneket nem. Kaptam 200 TP-t, azért mert sikerült beszélnem Vickkel. Egyébként arra lennék kíváncsi, hogy mi történt volna, ha inkább a 13-as menedékről kérdezek előbb. Úgyhogy nézzük meg. Mondd meg, hol van a 13-as menedék. A 13-as menedék innen keletre, ott van a menedékváros. Néhányszor jártam ott üzletelni. Eljössz velem oda? Van egy kulcsom, rajta egy bazi nagy sárga 13-assal. Emlékszel még, honnan szerezted? Nekem van ilyenem. Ja, kulacsom, basszus, ez ilyen vagyok. Eljössz fel? Hát kérdezzük meg inkább ezt a kulacs dolgot. Ed menedékvárosban lakik, Brahim kereskedő? Igen, ezt már láttuk. Menedékvárost mondtál? Menedékváros innen keletre van? Igen, ezt már megbeszéltük. Eljössz velem oda? Na, beállok hozzád, egy véntől, hogy igen, ezt is vágjuk. Nagyszerű, induljunk, üdvözöllek a csapatban. Jó, oké, ugyanazt beszéltük meg, mint az előbb, csak más utakon. De oké. Na, és akkor adjuk oda Viknek ezt a shotgunt. Meg a töltényeket hozzá, ez lesz az ő fegyvere. És akkor azt mondjuk, hogy harci irányítás, és akkor a legjobb fegyver, sörétes puska, jó? Páncét később majd kap egy ilyen bőrpáncét, ami nálam is van, ezt majd megvesszük neki. Most nincs több mondani valóm. Ugye a karakternek 6-os a karizmája, ezért... ha megnézzük magát a karakterlapot... akkor ugye 3 embert hozhat magával a csapatba, de hogyha bedrogoztatom, akkor talán többet is. Ugye, hogyha abban a pillanatban szedünk fel egy embert, hogy éppen valami droghatás alatt van, és akkor egy kicsit jobb a karizmája. Szulikot most már hozzuk magunkkal. Gyerünk, Szulik, gyere! Most nincs több mondani valóm. Na igen, és akkor már is itt vagyunk, így 3-an.
ez már tényleg egy csapat. A kettő az még nem csapat volt, az még csak egy ilyen kis bajtársias valami. De a három az már egy egész csapat. Kereskedjünk, barátom. Nézzük, van-e páncél nálad. Ó, egy buffout, ez 388-ba kerül. Hát ez kurva jó, hát ezt megveszem. A pszichó volt a rohadt drága, azt már érzem. Igazából a jetből is lehet, hogy be kéne tározni. Mennyibe kerül egy darab jet? Nem olyan drága. Jó, van, akkor egy kis jetet is magammal hozok szerintem. Bár lehet, hogy nem kéne ennyire rámenni a drogokra, de majd meglátjuk. Néha bizonyos esetekben jól jöhet, azt hiszem. Hogyha van egy kis extra löket az ember zsebében. Hát a pénzt azt elveszük tőle, és akkor adok neki még egy pisztolyt mondjuk, és akkor alakul. Töltényeket talán ki tudom egyenlíteni a dolgot. Ugye mindig az a fontos, hogy azt, amit venni akarunk, az el legyen hozva, plusz az összes pénz egy kereskedőnek. Oké, ez így egészen jónak tűnik. Kár, hogy nem volt nála páncél, úgyhogy vissza kell mennünk Klamathba, ahol vehetek egy páncélt. Ha csak nincs ennél a lenti embernél egy páncél, de meg kell nézni, hogy Denben, mármint menedék rejtekben, hát most itt csak elfogadott vagyok, ugye volt egy-két stiklim. Vannak helyek, ahol bálványozott vagyok. Hát nem tudom, hogy Denben mit kéne meg csinálnom ahhoz, hogy jobb legyen a reputációm. Lehet, hogy ezt a kocsis dolgot kéne megcsinálnom talán. Ugye van ez a kocsi vásárlási cucc. Menjünk vissza egyébként a másik városrészbe. Hát ha a hullák eltűntek már. Ha nem. Jó, akkor hogy kéne csinálni? Lehet, hogy aludnom kéne itt ezen a részen egy kicsit, és utána visszajönni? Vagy lehet, hogy el kell hagynom a várost kompletten. Nem, aha, jó, eltűntek a hullák, nagyon jó. Viszont nem biztos, hogy lesz itt valami. Á, de nagyon jó, itt vannak a cuccok, ez az. Itt akkor kimaradt egy fegyver, úgy látszik. A vértócsa alatt van, hogy rohadjon meg. Hogy tudom felszedni? Oké. Ez megvan. Hú, és itt mennyi minden van, basszus. Láncsa is. Mit szedek most fel? Pia. Vér. Azt látom, hogy vér. Gyógyítópor. Ezek honnan kerültek ide? Rohadt sok minden, ez gondolom Metzgernek a zsebében volt ez a sok szarság. Kár, hogy őt akkor nem tudtam kilútolni, menj már innen szulik. Gekó bőrök. Sander gyökér, mekkora szeméte a halom volt nála, te jó ég. Nem van, igazi törzsbéli cumók. Mi ez a kis apróság? Én azt is akarom. Na, gyerünk már. Nincs egy olyan gomb, amivel tudok turkálni így a magam alatt lévő dolgokon, területeken? Pedig tök jó lenne, hogyha egyszerűen fölé tudnék állni, és akkor csak kilútolni azt, ami fölött állok. Biztos vagyok benne, hogy valami hülyesség.
Jó, hát azt az egy dolgot már nem tudjuk elhozni, csak az a baj, hogy gőzöm sincs, az micsoda. Sokkal jobban ott lehetne hagyni, hogyha tudnám, hogy valami hülyeség, valami apróság. Hát biztos tényleg csak valami gyökér. Geckóbőr, 7 darab láncsa volt itt a hullák között, az nagyon kemény. Én nem értem, hogy a vért azt miért kell meghagyni, hogyha a hullákat eltünteti a játék. Ez megint egy ilyen bugnak tűnik nekem, hogy valami emlékeztető nyom, hogy itt harc volt, értelmetlen. Jó, hát sajnos az ott marad. Na, a nagy kérdés az, hogy akkor most Klamathba menjek vissza, vagy esetleg... Hoppá! Na itt vannak azok a cuccok is, amik ugye itt maradtak a... ugye az előző támadásból. Itt a földön, ugye ezekhez se fértem hozzá korábban. És ezeket se tudom... Már nincs csak, mintha itt az előbb, mintha volt, lett volna valami. Ez az... Az ajtó zárva van, pedig nyitva van. Nem akarok veled, nem akarok semmit tőled, Szulik, menj innen. Ne szopassál már, hát az ajtó az nincs zárva. Jó, hát ennyi, szóval itt két pisztoly van a földön, az egy 500 aranyat érő dolog, meg egy ilyen fegyvere, egy ilyen töltény valami, hát ez nem tudom mennyit érne, nem tudom felszedni, örülök, hogy ilyen bágos a játék, mindegy. Igaztalan gondolat, hogy megvár, hogyha később rájövök arra, hogy lehet turkálni a lábom alatti területen, úgyhogy nem kell kijelölnöm azt, amit fel szeretnék szedni, akkor talán majd legközelebb fel tudom venni. Na, viszont amit Denben még megtehetek, az, hogy elintézem ezt a suhancot itt az utcán, ha beszúrok neki. És mivel itt van egy egész csapatom rá, plusz a pszichó hatása, hát az már nem tart sajnos, de nem baj. Bár nem biztos, hogy tudok vele beszélni, illetve hogy be tudok neki szólni. Mit szólnál, ha te és én összejönnénk kicsit? Még akkor sem, ha te lenni az utolsó, nem mutáns a földön. Ő nem hiszem, másra van szükségem. Miért lenne jó egyébként? Jó, igazából beszólhatok neki. Hát, vagy nézzük meg, mi történik. Visszajössz-e még? Megeshet? Ne számíts rá. Várj, kérdeztetek valamit? Hát mondjuk neki azt, ne számíts rá egyébként. Oké, és nem lehetett vele beszélni. Aha. Nem lehetett neki beszólni. Esetleg most meg tudom ölni? Haha. Oké, és hogyha lefekszünk vele, és utána beszélünk neki, akkor ránk lő, ami nagyon kemény egyébként, mert akkor most végre megölhetjük. Na gyere! Ó, Vic ne pocsékold a töltényt. És a banda tagjai, a saját haverja, azok ilyenkor tök messze vannak. Úgyhogy simán nagyon késeltem a csávót. Ennyi. Basszus, ez de kár, hogy nem láttuk Vic rögtön. Kilőtte az oldalát ennek a csajnak. Bandatag csúnyán megsérült a szemén, 58 épít vesztett, szemgolyója valósággal kirobbant az üregéből, többi már soha nem fog látni, bandatag meghalt. Hát ha valaki meghal, akkor amúgy se lát, ugye?
Vic egy rohadt mészáros, egyébként nagyon jól nyomja ezzel a puskával. Hát majd később pótolni kell a shotgun töltényeket. Gyere! Nem tudom, hogy ez jó pont a város szemében, hogy kinyírom ezeket az utcakölyköket, vagy sem. Ki fog derülni. A hozzájuk kapcsolódó küldetéseket már megcsináltam egyébként. Kicsit rendet tettünk az utcákon. Bekinél lehet, hogy tudok vásárolni valamit, illetve lehet, hogy tud nekem ajánlani valami jót. Oké, azt az ajtót nem kellett volna birizgálnom. A konyhát ki tudom fosztani? Nagyon jó. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van ez emögött az ajtó mögött. Aha, kár. Hát nem fog kiderülni sajnos. Nem, hallasz, meghalt. Tudom, örülnöm kéne, mert gonosz egy ember volt, annyi szent. És megkérdezi azt, hogy nem hallok. Nem mondom, jól küzdött. Micsoda, te? Nem is tudom, mit mondjak, annyira gonosz ember volt. Egy sima köszönöm bőven elég lesz. Nyilván Metzgerről beszélünk. Hát, azt hiszem, egy szimpla köszönöm nem elég. Tudom, hogy ez nem helyes, de tessék, fogd ezt pénzt. Fogd ezt a pénzt, Becky, 1000 dolcsit nyom a kezedbe. Hát én ezt elfogadom. Ezt én így rohadtul elfogadom, hogy így azért nagyon durván jól jöttünk ki ebből az egészből, de jó, hogy így beszélgetek az emberekkel. Volna itt valami munka? Fred 200 dollárral tartozik nekem, ha valahogy meg tudod nekem szerezni, kigondolunk valamit. Miért jó ez? Feltehetek egy kérdést. Miért jó ez? Nagyon régóta tartozik nekem, azzal a pénzzel leírtam, mint veszteséget, de ha vissza tudnád szerezni, nagyon hálás lennék. Megnézem, mit tehetek. Ki ez a Fred? Hol van? Tök jó, hogy elvállaltunk egy küldetést úgy, hogy azt sem tudom, ki ez a Fred. Talán ez a csávó itt lent? Vagy az, akit megöltem? Hogy hívják? Ja, az Joey. Hát ki fog derülni, hogy ki ez a Fred? Ez Flick. Még mindig szarárakon árul ez a Flip gyerek, úgyhogy... úgyhogy majd később. Ez a gyerek, ez mit mászkál? Remélem, hogy nem rabolt ki minket. Tudjuk, hogy itt rejtekben, már mint Denben, a gyerekek lopkodnak. Nézzük, mi van nálad? Jó van, helyes. Hello Ákos, üdv a streamben. Nagyon remélem, hogy nem az a Fick az, akit már megöltem korábban. Helyzet, rejtek, szerez, üzemanyag, hajtsd be Fred, hajtsd be Fred adósságát. Jó, de ki az a Fred?
A telepes ember? Zsömle sajt vagyok, csak nem tudtam bejelentkezni telefonra valamiért. Ja, egyébként igen, emlékszem rá, hogy szoktál ilyen okkanton is lenni. Csak valamiért úgy gondolom, hogy jobb az, hogyha... De egyébként jó, hát hogyha neked az jó, akkor zsömle sajtként hivatkozom rád, mert ezt meg tudom jegyezni, hogy ez Ákos 20 000 ezte vagy. Ez Smithy. Akkor lehet, hogy ő az? Ki a here az a Fred? Na jó, menjünk vissza hozzá és kérdezzük meg, hogy azt még lehet, hogy esetleg utána nézek, mert én ezt tökre ilyen hibának érzem. Egy italra van szükséged, vagy esetleg valami másra, a munkával kapcsolatban. Valóban megtaláltad? Ez nagyszerű. Sajnos nem. Ja, de nekem ezt meg kéne keresnem? Jó, hát akkor megkérdezzük mamától, ő ugye mindent tud a városban. Szóval, hogyha valaki tud nekünk információt adni egy ilyen emberről, akkor az talán ő lesz. Egyébként megkérdezhetem ilyen random drogosoktól is az utcán. Talán. Vagy itt van ez az ember, akivel már korábban beszéltünk. Ó, kedves nagy lelkű ember, milyen tud Kár ma segíteni magának? Leveszi a sapkát és nyújtja a kezét. Ugye neki adtam 1000 dollárt korábban, amit kiloptam a zseméből, ezért ilyen kedves hozzám, mert a játék megjegyezte, hogy adtam neki rakáspénzt, de arra nem reagált, hogy elloptam tőle később. Tessék, itt van 100 dollár, tessék, igyon egy kis kerítésszaggatót. Most nincs semmi a maga számára üt. Tudja, merre találhatnék egy életet? Mármint a gekket. Hát, térjünk az életre rá. Igen, nekem is esne egy kis... Jó, basszus, ez már megint az a beszélgetés. Igen, nem élet, ugye itt megint azt se tudja, miről van szó. Jó, most ne intézzük, hogy eláruljon. Dobjunk neki egy 100 dollárt. Áldott legyen a neve, megmentette az életem. És akkor most igazából le tudom játszani ugyanazt a beszélgetést vele, mint korábban. Ebben a pillanatban Kál arccal előre bukik és elájul. Hát ugye tiszta részeg a csávó. És akkor itt történik az, hogy visszalopom a pénzem. Szerencsétlen. Állandóan adunk neki rakáspénzt, aztán ellopjuk tőle. Na jó, beszéljünk mamával. Jó, nem tud nekünk segíteni. Semmi újat nem tud mondani. Én meg itt állok, és gőzöm sincs ki ez a Fred. Ha csak nem kezdek el mindenkit egyenként megkérdezni. Ó, ezzel tudok beszélni, ez kicsoda. Ó, hello. Miért vágsz ilyen savanyú képet? Semmi különös, néha eszembe jut a mamám és a macskám. Nagyon hiányoznak. A macskád? Ja, círmos. Olyan aranyos volt. Nem szívesen beszélek róla. Legalábbis amíg meg nem... Hívsz egy italra, aztán segít. Itt mindenki le akar húzni. Persze, hogy meghívlak, szeretnék még többet hallani róla. Jó, hát legyen. Hallottam, hogy voltak akkorák is, mint te vagy én. Brahim méretű állatokkal táplálkoztak. Hát ez bizony félelmetes. Ez semmi. Igen az. Hát jó, igen az. Amiről én beszélek, az kicsi és aranyos, nagyobb, mint egy patkány, de kisebb, mint egy kutya. Némelyikük bundás, mint az én círmosom, de van, amelyiknek rövid
szőre van, tényleg? Házi állatok, mint a kutyák, de amikor simogatod őket, csodálatos, megnyugtató hangot hallatnak, érdekes. Cirmos mindig segített az elalvásban, minden éjjel rá gondolok, ha el akarok aludni, aranyos. Hát folytasd csak. Még kicsi voltam, amikor eltűnt, akkor még nem tudtam, mi történt vele, túl kicsi voltam hozzá, hogy? Akkoriban iszonyúan kevés élelem volt, és az emberek éheztek, eléggé szomorú dolog ez. Mi? Az emberek vadásztak rájuk, mert könnyű prédának bizonyultak, mostanra már kihaltak. Beteges dolog ez. Megértem. Hát, mondjuk azt, hogy beteges. Az elvadultakra vadásztak, de biztos vagyok benne, hogy az enyémmel is ugyanaz történt. Most már legalább tudom, mama miért figyelt rá mindig olyan árgus szemekkel. Milyen szomorú. Szomorúsággal tölt el, ha erre gondolok, ég veled. Hát nem lettünk okosabbak, kaptam 200 tapasztalati pontot, ami mondjuk jó. Oké, egyébként tök jó pofa, hogy a játék az így jutalmazza azt, hogyha az ember RPG-zik, egy kicsit beszélget emberekkel, és akkor XP-t kap. És ez sokkal több XP, mint amit egy ilyen nagy patkány megöléséért kapnék. Vagy akár egy pisztős sávó megöléséért. Azért csak 150 jár. Ezek itt mind drogosok. Ezekkel nem lehet mit kezdeni. Esetleg, ha kinyitom a WC-t, akkor bent találunk valami eldobott újságot, vagy ilyesmit, amit elolvashatok, de semmi. Lehetséges, hogy ez a Fred gyerek, ez New Reno-ban kerül majd elő csak, nem feltétlenül itt a városban. De hogyha nagyon nem találjuk meg, akkor utána nézek majd. Hoppá! Ez itt lopott tőlem. Jó, szerencsére sikertelenül. Még egy kicsit körülnézek itt ezeken a könyvespolcokon, hát ha van valami érdekes rajtuk, az mindig jó, hogyha ezeket így kilútogatja az ember. Ez egy ilyen drogtanya. Mindenki drogozik. Illetve hát az a kérdés, hogy ezt az embert hogy hívják. Nincs neve. Azért jöttél, hogy megismerd a nagy Ananiás másvilági rejtélyét. Milyen rejtélyekre számíthatok? Olyan dolgokat tudok, amit halandó emberek nem tudhatnak. Nyarlott. Ó, bocsánat, kicsit elragadtattam magam. Vannak történeteim. Tök jó. Történeteim helyben kísértő szellemekről, valamint van egy hamisítatlan, egy iptomi mumiám, amit szemére vehetsz ebben a gyönyörű szarkofágban. De én ezt megcsináltam, egyszer már kifizettem. Jó, hát a lényeg az, hogy ez nem az az ember, akinek tartozása van, úgyhogy nem tudunk vele beszélni. Ezek megint drogosok. Jó, én abszolút úgy látom, hogy egyébként a várost kiürítettük. Nem igazán tudom, hogy mit tudnánk még itt csinálni. Esetleg megnézhetem még ezt a táblát, amiben itt a melók vannak felsorolva. Hát, ha van rajta valami olyan, ami engem érdekelhet még. Rejtek hírek, fenntartja a Rebecca kaszinó bárja. Rabszolga C, elintéztük az egészet. A Rabszolga C az egyetlen és legjobb rabszolga ellátó az egész pusztaságban, vissza a fő oldalra. Bárok, szerencsejáték, kajálda. Ennek a hirdetésnek egy részét letépték. Az iragasztott üzenet gondosan le lett tépve. Hát akkor ez így remek. Üzletek. Tubi, Flick, Smithy. Tubi. Tubi mindent árul, de legfőképp drogokat és lőszert. Aha. Flicknek hívják, aki egyenesen délre van tőlem, de nekem nem Flick volt a... Mi is volt a neve? Ő rejtek... Fred? Tudom, hogy valami F betűs. Hát ezt a Fred csávót szerintem majd fel kell hajtanunk valamikor később, de...
ez már nem ebben az epizódban fog megtörténni, szerintem megyünk tovább menedékvárosba innen, és hogyha utazásunk során találkozunk ezzel a Freddel, vagy valamilyen módon megtudom, hogy ez a Fred hol van, akkor behajtom a tartozást, és akkor hát Dennek, illetve Rejteknek az utolsó küldetését is megcsináljuk. Legalábbis azt az utolsó küldetést, amiről én tudok. Egyelőre nem vagyunk bálványozottak, csak elfogadottak, de maga a reputáció nem is jelent számunkra sokat, hiszen gyilkoltunk itt eleget, jókat is, rosszakat is, tökéletes antiősök vagyunk, talán inkább gonoszak, mint jók, de hát ez még alakulhat a jövőben. Viszont akkor ennyi lett volna mára a Fallout 2. Én tartok egy rövid szünetet, de utána Overwatch-ozott még egy kicsit, így az est folyamán. Úgyhogy hát egy olyan 6 perc múlva, amíg újra töltöm a vizes bögrémet, addig távol leszek. Mindenkitől köszönöm a figyelmet, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!